Szép jó estét kívánok mindenkinek! Újra itt, újra World of Tanks. Szia Butyi! Hello, hello! Megérkeztek a jutalmak a rangsorról csatába. Szia Lencsi! Ki mire költi majd a jutalmakat a rangsorról csatából, vagy mit fog választani? Erre kíváncsi vagyok majd. Két rövid adás lesz majd. Egy 19 óra 45 percig. Utána elmegyek Damaszkin helyett, és ahogy hazaértünk, röfeltem vissza az adást. És nagyjából fél 11-ig, 11-ig. Attól függ, hogy majd energiánk hogy fogja bírni. Ma viszonylag eléggé pörgős nap volt. Ugye egy kicsit fáradtam vagyok a megszokottal. Illetve holnap az nagyon katasztrofális napom lesz. Szia Ábel, hello, hello. Úgyhogy oda meg jó lenne aludni egyet. Na majd megváltom. Viszont a mai nap folyamán sikerült olyan szinten a bal könyökömet bevágni, hogy azt hittem, hogy helybe leszakad. Szia Skuperda, hello, hello, sziasztok. Üdv mindenkinek. Úgyhogy sikeresen. Jó újra itt látni. Köszönöm szépen, Skopelda. Én mindig itt szoktam lenni. Az a vicces, hogy én mindig itt vagyok. Pont azt nézegettem. Szia Petyus, hello, hello. Hogy ebben a hónapban, és még a mai, illetve a holnapi nap még itt van, ebben a hónapban a 153 órás streameltem. Ami nem sok. Mert ugye van ettől több. De ha azt veszem figyelembe, hogy ez mind munka után, meg hétvégén, akkor úgy azért már komoly. És még ezen a két napon szerintem simán bele tudunk húzni a 160 órába. És jövő hónapban még valószínűleg még több lesz. Ugyanis jön a húsvét is. A szép. Az nagyjából egy hét. Ugye 168 órából egy hét. Áll egy hét. Hogyha a hétfőn 00 óra, 00 perc, 00 másodperckor elkezdenék streamelni, akkor ezzel a 160 órával vasárnap meddig? 14 óra 00 percig lennék itt egyhuzamban folyamatosan. De hát ez van. Amúgy szeretem. Még múltkor is hétvégén azt mondtam, hogy nem jövök vissza, aztán mégis kerestem valami farmas melót, hogy valaki ezt bekönyörögtem magam, aztán hogy csináljak már valamit. Úgyhogy csak ugye nálunk elindult a szezon. Tényleg, kinél indult, vagy kinek olyan a munkája, ami szezonális? Mondjuk nem az, hogy van munkád, meg nincs munkád, hanem ugye a szezonális munka az nálam azt jelenti, hogy ugye egész évben dolgozol, de van olyan időszak, amikor megnövekszik úgymond a forgalmad, a feladatod, és a többi. Jelen? Beindult a szezon? De meddig szokott neked, Petyus, tartani a szezon? Ameddig elhagyod az összes külső logó testrészedet alul felül bárhol, ahogy mondani szokták. Eddig szokott nagyjából tartani. Vagy abban a pillanatban, hogy beindul a hűtés szezon. Ez is fura, nem? Mert nálunk ugye azt változó nyáron, ha ketté szakadok is, kevés vagyok, de szeptemberig tart. Aha. Hát igen. Ugye nálunk is bent a szervizbe lehet látni, hogy nem olyan fura. Én azért már amikor kezd nagyjából jó idő lenni, de még nem nő a fű, én azért beindítanám a fűnyírómat és megnézném, hogy működik-e. Gyakorlatilag nem akkor hozzák az emberek, amikor már tudják, hogy majd használni fogják,
hanem akkor, amikor az első alkalommal érted, nyakig ér a fű, és le kell vágni, na bassza meg, ez nem indul. És amikor bejönnek, és kérdezik, hogy nagyjából mennyi idő lesz, míg ezt megcsinálják. 4, 5, 6, 7. Meddig? Hát nekem most kell. Hát ez az, mindenkinek most kell. Érted? Néha jó, ezek, jó lenne ezeket megtervezni előre. Úgyhogy nálunk, hála Istennek azért ott nem szeptember. Szia Zozó. Halihó. Üdv. Na, de ennyi volt a kicsit mellébeszélésből, meg ugye a hétköznapi dolgokról. Kinek van rank egy jutalma, és ki mint választott belőle, illetve ki meddig jutott. Ugye én addig csináltam meg, hogy a 9 ponton meglegyen. Szia János, hello. Ez azt jelenti, szia Perec, halihó. Ugye ez azt jelenti, hogy én 2 lila jutalmat tudok kivenni. Ugye 15 pontom nem volt, és nem is hajtottam rá, nem is lehetett volna. Szia Zoli. Én viszont tudom, hogy ebből mit fogok kivenni, és el is mondom nektek, hogy miért. Szia vacsójom, hello, hello, köszönöm szépen a rédet. Üdv mindenkinek, sziasztok. Szóval, 2 dolgot fogok kivenni. Az egyik az a lila turbó, de ugye itt fejlesztett kompresszornak hívják. Kialakítása szerint ez inkább turbónak tűnik, gyakorlatilag kompresszornak írja. Tippelhetsz. Szia Józsi, hello, hello. Zoli, nem veszem el tőled a lehetőséget, tippeljél nyugodtan. Turbo HP, miért? Már könnyű úgy tippelni, hogyha biztosan tudod a választ. Zoli, vagy bárki más, mondjátok meg, hogy miért a turbót és miért a HP-t választanám. Mert ezt csak most lehet megszerezni azért. Valószínűleg majd meg lehet szerezni, de igen, most még limitált célja. A többit máskor is lehet venni. Ez így igaz. Amúgy hali, szia Leander, hello. De ezt nagyon jól csináltad, Leander. Ez nem kell itt nyújtózkodni, meta. Az is igaz. Na várjatok. Akkor fokozzuk tovább ezt a tippelgetést. A lila turbót és a lila HP-t hova fogom felrakni? Mert én azt venném ki, a két legfontosabb pozíciófoglalás és a túlélés. Két legfontosabb a pozíciófoglalás és a túlélés. Ez igaz. X-tankra, igen, de melyik X-tankra? Vagy melyik X-tankokra vagy valami? Csifi. És a csifire rá fogom tenni a lila turbót, meg a lila HP-t, Lencsi. Vagy hogy fogom csinálni? Itt vagytok, ismeritek a tankjaimat. Jó pár órát láttatok már. Leopárdra? Szia Stefan, hello, hello. Leopárdra méket fogom tenni? Early? Early is lesz majd, igen, az is előfordulhat. Meg az early-re a HP. Hát Lencsi, ezt most elbuktad, mert nem. Lencsi, a tippelésed ez most sajnos bukó. Leopárdra a turbót? Nem feltétlen, Leander. Nem feltétlen. A szó közt hagyd ki belőle, Zoli. A szó közt kihagyod, és tök jó. Na várjál, Zoli már összegyűjti az összes információt, amit csak lehet. Kránvágen? Leander, lehet, hogy közel jársz. Én nem csinálok ilyesmit, egyszerűen elviszem az esperes úrnak és megáldja. Az jó lenne, Józsi. Az jó lenne, csak nekem nem jó a viszonyom az esperesekkel. Bambuszbicikli, Skoda? Akartok még tippelgetni? Mondjam el. Hogy raknám fel? Vagy mit hova? Talán Ford? Ford. Ja, Skoda, rakt fel. KPZ 50T. Nem. Na figyeljetek. Ezt igénylem.
Ezt igénylem. És megvan. Azt a mindenségét, meg nem boldogultságát. Jó. Na most. A csifi. Ne, Isten ments, Leander. Isten ments. Nem. Konkrétan ez úgy fog kinézni, hogy ugye kompresszor már van a chiptainen, de ide jön fel a lila HP. Egyszer ez így néz ki. Mert konkrétan a HP az kell a chieftainre. Hisz azért, ha láttátok, akkor ilyen események alkalmával az esetek 99,99%-ában én chieftain ezek. Jó, ez azért durva, de 90%-ban biztos, hogy chieftain ezek. Szerintem ide kell. És ez így... Javarészt randomra is így használom ugyan, de... Nem. Nem, ide a HP kell. Nem. Nem, Zoli. A chieftainre a HP kell. A modulvédelem az az early. A modulvédelem az early. És az early-nél nem a track miatt kell a modul védelem, hanem az amúrek miatt. Nézd csak! 4 másodperc alatt javítom. Igen, ad másfél másodpercet. Ezt kellene lilázni, ide. És a lila turbó pedig majd ide jön. Az ő elére. Mert hogy az early-nél kell mozgásidő. Ugye ez majd így lesz felszerelve. Na, de itt ez a gyönyörűség, ami nem más, mint egy kínai, ez kínai? Kínai TD. Ez hogy hiányzott nekem a garázsból? Próbáljuk ki? Gondolom mindenhol ez megy. Hát, köszi a tipped. Persze, az majd mivel gépzsírral fogom dobálni őket, Zoli. Na, keressünk rá egy... Igen? Akkor ne játsszak vele? Akkor ne játsszak vele, azt mondjátok?
Csalunk egy kicsit. Rehez van ilyenem. Ezért beképezzük. Amiket azok műanyagból vannak. Az nem jó. Az úgy nagyon-nagyon nem jó. Szia Levi, halihó. Na, tudtam szerezni egy olyan legénységet, amiken van egy fulbia. Most próbálok csinálni egy olyan legénységet, amelyiken lesz talán más is. De legalább egy ilyen 3 skilleset jó lenne összedobálni. Még jó, hogy van ebből ennyi. Nem kell. 14-et ad. 25%-ot. Jó, ezt küldjük erre. 2%. Jó. Nem olyan rég. 21 perc a Levi. Az nem tudom soknak számít el. Jó. De szerintem... Javítás legyen. Javítás legyen. Ez itt kimaradt a sofőr. Kell még szerintetek? Valamit, amit így nagyon-nagyon rá kellene tenni. Nem kaptál értesítést? Pedig te fent vagy DC-n is. Pedig te fent vagy DC-n is. Célzási sebessége. Javítás. Nem tudom. Nagyon papír. Uraim.
Nagyon papír. Sniper. Ennek semmi páncélzata nincs. Hallod, ennek semmi... Hol a páncél? Szia Noresz, hello. Figyeljetek már, ezt hamarabb kellett volna megnézni. Nem, ez egy kínai papírtéli. Halljátok, ezt hamarabb kellett volna eskü megnézni. Mert... Mert... Én javítást tettem rá, de... Erre ácát kellene pakolni, vagy a hóbele franc se tudja. Hogy ide mit kellene ezen keresni? Ja, Farki, hello, hello. Szia Paulinho, hello, hello. Hát az a ru nem sokáig fog élni. Fékbe mennek oda. WZ120 ég, mint a Reichstag. Az made in be... Szia, Bruti. Arról bealudtam, maradjunk annyiba. Azt nagyon elcsesztem, azt a lövést.
Nagyon elrontottam azt a lövést. Fingot. Az úgy jó. Úgy látszik itt most az arti jár jól csak. Per pillanat. Nem. Nem ide kellett volna jönni. Nem itt kellene lennem. Az az! Nem ért átütő találatot. Te félkegyelmű szarkupac, mi a búspicsának állsz be elém, Mad Max? Gratulálok neked, te gyökér. Idióta szarkupac, tűnj már el innen. Te. Szia Karcsi. Amúgy ez tipikusan az az ember, aki a boltba is bepofátlankodik eléd. De komolyan. Testével azaz. Az komposztnak se jó, érted? Eddig jó. Egy lövés nem talált, egy páncél. Egy pofátlan betúrta a seggét elém. Úgy, gratulálok! Mit vártál, öcsém? Ott van valami. Igen, a ház majd útba lesz. Hát azért félkegyelmű, mert a szarkupasznak több esze van, mint ennek. Mindegy. De miért? Miért én kapom az ilyet amúgy? Figyeljetek már! Hol van a 650? Valaki megmondja nekem, hol van a 650? 625, 595, jó, a leopárdot ne vegyük. 595, 625. Hol a 650? Zsivány, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 25. hónapja tartó töretlen támogatásodat, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen, illetve megtisztelő, hogy érdemesnek találsz rá. Cső!
Szia zsivány, Hali. Ti kivettétek ezt a fuszújkát? Hát nem lő 650-et. Az első három normális lövés nem lő 650-et. Ja, engem ilyen téren után a játék. Nem, az a baj, hogy be fognak jönni ránk. Ott van a hát. Becse tarti. Na. Megjött a másik fuszújk a gyerekek. Hallod? A másik, az kapásból lő belém 756-ot. Én lőttem egy 711-et. Figyelj, kapásból 750 valamennyit kaptam tőle, érted? Ő kapásból lövél 750-et. Legnagyobb 7-11. Kíváncsi vagyok amúgy. Kíváncsi vagyok. Szóval zsivány, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hát igen, te az első között vagy. Te is. Na. Na várjatok. Ezt írni kell. Ugye 5-95 volt. Meg volt egy 7-11, meg egy 6-25, szia zsivány! Zsivány, nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a töretlen támogatásodat. 6-47. Jó, hát azt nem vesszük figyelembe, ezt kell figyelembe venni. Hú, gyerekek, eddig egyszer lőttem 6-50 felett. Ágy, amúgy annyira nem tűnik rossznak. Viszont én vártam volna egy kicsivel több páncélzatot. Vagy testpáncélzatot, vagy toronypáncélzatot. Viszont ha nem páncélozott, akkor legyen sebessége. Egy ilyen 50-55 km per órát. Érted? De kamója nincs, páncélja nincs, gyorsasága nincs. Marad az ágyú. Ami nem lövi a 650-et elsőre. Hú, gyerekek, mi ez a csapat? Ja, bejáratós az ágyú, lehet. Jó, maradjunk annyiba, hogy 13.90-nek sincs sok esze. Nem nagyon ügyes. Jaj! Lőjük a tracket az állótangnak!
Mi a... Hallod, 1300 HP-t el kellett volna takarítanom a Conquerorból. Mellé lövök, meg... Meg letrekkelem. Jó. Szia Never, hello, hello. Smoky, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 18. hónapja tartó töretlen támogatásodat, köszönöm szépen, illetve megtisztelő, hogy érdemesnek találsz rá. Hallod? Nesze neked 3000-es AVG. Két mellélövés. Ti amúgy értitek, hova ment az a két? Jó, leesett a lövedék. Értem, célozzak magasabbra, értem. De a másodikat azt hova? Itt hogy fogok 3000-et lőni? Két misshot mellett. Nem volt valami okos a Conqueror-os csávó. De az RNG isten azt mondta, hogy Itt 15. Bazd meg, közvetlen közelről a földet lövöm el. Valaki lője ki azt a Super Conquerort, léci. Előtt még elsznipereli a fejemet. Elfogja... Hú. Öt 95. Hallod, ez... Utolásra jó.
679 715. Nem tudom. HP-n biztos, hogy nem megyek előre. Tehát nagyon... Nem tudom. Jónak kellene lenni az ágyúnak, de eddig még azt sem merem mondani, hogy jó. Lehet kell rá függőleges stabilizátor. De körbeforog. Nem valami jó a... Figyelj, megnézzük. Körbeforog. Körbeforog. 658. 8-al meglőttem. Na jó, a 3002-t visszahoztam, ne kérdezzétek, hogy. Sniper tanknak írja, de én nem tartom annak. Ahhoz pontosabb lövegnek kell lennie, de lehet, hogy nekem van rosszul felszerelve. Ugye én a pontosságot próbáltam kihozni belőle, de gyakorlatilag kell majd egy toronyforgatás közbeni himbilimbi rá. Na Marek, told már le a badger-t. Marek, van bőven elég HP-d. Le lehetne tolni. Kínai 268, azt mondod? Az a baj, Mareknak azt le kellene tolni. Na jó, de ezt így elbukjuk, már a Mareknak rég le kellett volna tolnia, nem tudjuk, hogy hol van a... Na végre Marek letolta. Ezt még ki tudjuk védekezni. Elvileg csak van elég látótávom. De maga a célkör az jó. Ez a pat helyzet. Szerintetek mi lesz ebből a csatából? 3 TD, 2 TD és egy médium. A médiumnak nem sok HP-ja van, bárkitől kap bármennyi lövést.
Az ott off. Kiszedték. Azt hogy? Azt hogy szedték ki? Az a baj, hogy... Az FATD biztos, hogy engem sasol. Jó, sikerült javítani a helyzeten. Az a baj, hogy ezt meg kellene nyerni. Hova menekült ez vissza? Rajta volt a harmadik Genmark! Rajta volt a harmadik Genmark! Huhuuu! Itt most jó volt, hogy picivel most... Most jobb volt az ágyú, mint ahogy az elejét kezdte. Hú, kicsit, na. És a első osztály, nem már. Azt hittem letankászolom. Fene. Pedig azt hittem, hogy érez egy tankász, de nem. Sajnálatos módon. 13-9-8. Figyeljetek. 7-15. Jó, hát ezt megöltem 6-79-ről. 3 lövés 1600 HP. És 648. De neki kettőt mellé lőttem, úgyhogy harmadikra sikerült. Fú. Tizenegyezer VTR? Vagy 10 000? Ezt hogy? Mindegy. Ugye így van felszerelve, de...
Ja, nem lehet rátenni a függőleges stabilizátort, aha. Mert vagy ezt tudom rátenni. Szerintetek jól van ez így felszerelve? Vagy kell az a pici mozgás közbeni? Mert eddig nagyon úgy nézett ki, hogy szerintem kell az a mozgás közbeni megoldás. Az a baj, nincs semmim. Nincs semmi olyasmi oda. Nem. A célzás ide az jó. Pontosság 0,26 volt, de az nem érződött rajta. Semmiképpen. Tudom. A leosztás az érdekes, a pályában nem tudok per pillanat ezzel a tankkal mit kezdeni. Mert ha lenne páncélja, azt mondom, hogy tudom, hogy mit játszanék vele, de azt kell figyelembe vennem, hogy nincs páncélja. És még nagyon sebessége sincs. Majd kíváncsi leszek, hogy a field modi mit ad rá. Úgy látszik az SP az benéz, hogy mit kell játszani. Amix bent van, Ponter bent van. Oké. Itt jöhet egy Lish, Scorpio, PTA, Leo. Nem, nekem nem lövi a 650-et. PTA itt van. Nem lövi a 650-et.
Ó, próbálj már menekülni. Jó, hát 500-ról le tudom szedni. Ja, Péter. Halihó. A fokot nem értem, hogy miért nem trafáltam telibe. Maradjunk annyiba. Tianok Edli. Igazából ide, aki jöhet, az a Lis. Az a baj, hogyha ezt a részt nem nézem, rá tudnak menni a 705-re. Vagyis rá tud menni, vagy a 704-re. Jó, nem érdekel. Oldja meg. Na, az a baj, jön el. Nekem innen el kéne tiplizni.
hogy ott van a Lish. Akkor mehetek vissza. Jó tudni, hogy ott van a Lish. Vajon hol fognak jönni? Egy lövésen bement az AMX-nek szerintem. Mert az kevés HP-val jelent meg. Fene, későn spotoltam. Esélytelen. Artikábítás alatt esélytelen. A tigrist későn vettem észre, ott jó lett volna még egy lövés. Nem tudom, lehet, hogy még hátrébb kellett volna húzódni. Mindegy. Itt még egy lövést valahogy ki kellett volna harcolni. A fokra volt egy olyan lövés, amit inkább hagyjuk. Először nem találtam az AMX-et jól másodjára, igen. Kérdés, blind. 650 alatt vagy 650 felett lesz? Nagyon nem akar nekem 650 környékét se lőni, nemhogy még fölé. 738, jó. Oké. Okay. Oké. Okay. Tök jó, király. Nézzétek, valaki már el is adta. Valaki már nagyon el is adta. Ezt a tankot. Nagyon pocsék a minrétem, és 3900 az átlagsebzésem. Annyit megért? Lehetséges. Várjatok, hogy van? Jó, három csata az nem mérvadó. 30%-ba... 33%-ban nyerünk. Kétszer haltam meg, 6 tankot öltem meg. Találati arány az 80%. Megyek vele 1K-t? Milyen 1K-t? Zoli, milyen 1K-t? Nem. Sőt, igazából szerintem azon gondolkodom, hogy itt a csúcson abba hagyom. Szerintem itt abba hagyom a csúcson. Ilyen 3900 átlag sebzés, én verem magamat, kiírom a következő adásra, hogy micsoda? Hogy hívják ezt? SP, Hóbele francus kutyafüle, 3900 AVG, na? Mit szóltak hozzá?
Csak a tök jó. Na nézzük, mit lehet rajta javítani. Ez nem érdekes. Gunmarkoljam le. Mindig a csúcson kell abba hagyni, igen. Tüzelés utáni AC-hoz 6% látótáv. Lehet beleőszülök. Miért most mennyi ennek a harmadikja? Hív 10. TD. ...7423, nehezebb le gunmarkolni, mint a csifit. A csifi visszament 6001-re. ...7400 kell a harmadik gunmarkhoz, ehhez. Ehhez a tankhoz. Érted? 7004. Nincs páncélja. Hogy a lóvalakba tudnak lőni 7004-et? Érted, még hogyha mennék előre, érted, lenne páncélja, megyek előre, azt lövöm szépen 11 másodpercenként a 650 alfával a 800-akat. Tud egyáltalán 800-at lőni? 813-at. Ja. Valakinek rohadt nagy lakkerja lehet vele. Na mindegy. Nézzük már a csifit, hogy milyen a nagy HP boost-a. Négy darab 114-es P2, három darab 114-es P2, egy meccsbe 7, tele TD-vel. Hoppá, 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 vétepszes alakulat. Hello. Bácsi, itt baj van. Arti nincs. Szia az Elstorer, halihó.
Hoppá. Az, hogy a faszba lőttél be, de most őszintén. Az, hogy a picsába lőtte be. Mimet lőtted, bölcsém? Túl sok HP-t buktam. Jó lenne alájuk menni. Jó, így, hogy a fog feljött, így nem éri meg. Azta. A fog az bekocsikázik, uraim. Ez lesz szarja.
Azt mondod, Zelszor-e? Hát ebből nem sok minden fog kijönni, szia Olvin, hello. Azon még egyet lőni kellett volna. Na, KPS-7 mennyire ajánlott tank, illetve melyik másik tankhoz tudnád hasonlítani? Csak azért... Ez a shopban. KPS 07, ja. Szerintem tudom, hogy melyik az. Nagyon szar meccs volt. 3003 az nagyon nem jó. KPZ-n. Erre gondolsz? Hát kicsit ilyen Leo játékstílushoz tudom hasonlítani. Kicsit a Leopard 1-hez, de nincs olyan kamót hozzá. Inkább a Leopardhoz. Bár jobban hasonlít szerintem a PTA-hoz. Mennyire ajánlott? Én annyira nem vagyok oda érte. Én nem nagyon vagyok oda érte. Igazából Tier 8-ba Progetto, egy LT-432. Hát figyelj, ha neked tetszik ez a stílus, az ágyú nem lő nagyot, nincs nagy alapátütésed. Szia Dávid, hello, hello. Lassú a lövedék. Progibor, akkor felest, hagyjad. Olvén, hagyd a picsába. Tehát ha van egy progettód, van egy boraszkód, vagy van egy LT-432, felesleges pénzkidobás. Tehát felesleges pénzkidobás akkor. Ugye egy boroskónak az átütése 212, 259 az APC-re. Érted? De nem felesleges szerintem. Tudom, bent lesz majd jövő héten. Szia Pepe. Halihó. Üdv mindenkinek. Én nem. Ha már vannak ilyen tankjaid, akkor szerintem hót halál felesleges. Na, akárhogy is vesszük. Szerintem. Van egy HVK, meg egy LC-ben. A HVK még nem probléma, az LC-ben viszont igen. Az viszont igen. Az úgy lehetséges.
Csak kérdés, hogy milyen típusú tankokkal játszol. Mert hogyha hozzászoktál azoknak a tankok, hozzászoktál olyan tankokhoz, aminek gyors a lövedéke, meg van átütése, akkor ez a löveg, ez kicsit olyan fura lesz neked. Megyek majd este Katáért, ő dolgozik, fárasztó volt a nap. Amúgy minden happy. Amúgy minden happy. Nálatok, Mizu? Igazán nincs mit olvim. Érdekes. Tarhonyás húst tettem. Az volt, úgymond a délutáni vacsora. Hát az, hogy ez mi volt, ne kérdezzétek. Nem tudom, hogy lesz annyi szerencsém, hogy ott maradnak. Az a baj, itt vigyáznom kell. Erre. Na, lőj... Basszátok meg, lőjétek már azt a HVK-t, hát nem igaz. Oj. Kupac guano, komolyan. Mi a reteknek ennyi TD, hogyha nem is néz? Nem is néznek semmit. Gratulálok, félkegyelmi banda.
Hát csak 102. Hát az is valami. Nagyon rosszul lőttem a Skodát. Nem én főztem, édesanyám csinálta. Nagyon-nagyon rosszul lőttem a Skodát, bár lehetett volna ügyesebb ez a kupac TD itt mögöttem. A Carnevonnál volt ott egy track, az a kevés, az ott elment. Mert hogyha az megvan, akkor ez az 5400-5500 kombináta tökéletesen elégedett lehetnék. De így sajnos, hogy 400 valamennyi ment a... mibe? Abba? Meg ha egy kicsit ügyesebben lövök, akkor jobb. De mindegy, ez lett belőle. De hozott 63 ezret, úgyhogy nincsen belőle gond. Megtettem, amit lehetett. Ezen kellett volna egy picit javítani. De tudjuk nagyon jól, hogy a boroskólának sajnos ilyen az ágyúja. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehetetlen vagy ellene. Arctic Light-ok. Egy progi. Igen, a Progetto jó. Igen, kérdezhetitek, hogy miért APC-re kezdek, amikor ilyen leosztást kapok. Azért, mert megpróbálok ide feljönni, és az itt közlekedőket elcrosszolni. Ennek két akadálya lehet, bejön középre a Progetto, vagy bejön középre az AMD 178 Bélás. Az APC-re pedig azért van szükségem, mert ugye a Progettónak 9.29 az alaplövedéke, mint az APC-re azért már 1250, és sniperkedni, meg távolabbra lőni kell a plusz sebesség, meg kell a plusz átütés. Igazából csak ennyi. Onnantól kezdve, hogyha már látni fogom, hogy kik ellen fogok nagyon... Az egy elkapkodott lövés volt. Az egy elkapkodott lövés volt, de a gyújtás az már kellemes. Aha. Jó, hogy van Art is. Scorpio ott van, szia Faterku egy, halihó.
Vali. Vesztésre állunk, valamit ki kell találni. Kellene ide még effekt, Olvin? Szerintem játékmechanikán kellene változtatni, nem effekteket idehozni. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele. De én inkább a játékmechanikán változtatnék egy kicsit. Vagy játékmódokat hoznék át. Szia Bence, szép jó estét. Sziasztok. Az a baj, nem tudok átcrosszolni itt, mert ez az övék. Tehát az nagyjából így esélytelen. Ott bármit is megtolni. Na az nem kellett volna. Na mondjuk ez meg végképp nem kellett volna. Maradjunk annyi, hogy egyik se kellett volna, bassza meg. Na most már figyelnek rám, jaja. Most már figyelnek. Nem lenne nehéz visszaszokni, és jobbulás kívánunk. Mi történt a térdeddel? Szia Máté, Hali. Vassza meg azt az azt a majdnem 800 HP-t nem kellett volna kidobni. Hallod, az a 800 HP az rohadtul kellene. Ágyból még viszonylag el tudná játszani. Szégyed magad, Máté. Tanulj meg játszani. Vagy vegyél valamit a prémium shopból. Nem tudsz vele mit csinálni, sajnos ilyen. Építkezni nehéz, Gán, mert ügyileg rombolni rohadt könnyű. Ó, Damaszkin, a felének dobtad el azt a 800 HP-t. Hülyeség volt. Ú, az úgy szarügy. Jobbulást. Még egyszer. Na, oké. Sajnos ez ilyen. Ennyi HP-n, hogy ezt hogy fogom visszahozni, nem tudom. Máté, kipróbáltad már a 114 SP-t? Gémeltél már vele?
Na ezért kell az APCR. De Carnival, figyelem! Hallod, látod a minimappot? Nézem, akik rád mennek, Ember. Az még... Már HTC! Ezért utálom a TD-ket, érted? Mindig van valaki, aki ül egy bokorba, aki egész idő alatt nem csinál semmit, csak ötször megjelenik full HP-n, és tönkre teszi az egészet. Oly. Hát, három meccset mentem. 33% a win rate-em, és 3900 az átlagsebzésem. Szerinted? Ja, és tier 9, tier 8-as meccsek, érted? Tier 9, tier 8-as meccsek. Na hát... igazából... ha azt a 800 HP-t nem dobom el... azt a 800 HP-t nem dobom el, ezt a meccset megnyerem. Az egy nagyon nagy hiba volt. Ugyanis a T28 HTC-t le tudom forogni, progit ki tudtam volna szedni, a többi meg már nem egy nagy... what is this? Érted? De sajnos eldobtam azt a 800 HP-t is, ez hatalmas nagy hiba volt a meccs kimenetelében. Azon kívül szerintem nem volt rossz. Látjátok, a HTC ennyit csinált. Ebből az 1100 lövésből kettő én voltam. Két lövése, szóval. Meg ugye a kill is. Jó. Ja. Na mindegy, az van. Szóval, ugye Olvin kérdezte, hogy ajánlott tank ez, szerintem nem ajánlott tank, ami ajánlott ez, ez a tank, ami ajánlott tud lenni, bár nehezebb vele játszani, ez a tank, ami ajánlott az, ez a tier 8-as jármű, ami a garázsba kell, hogy legyen. Ezzel viszonylag jól lehet farmolni, de nehéz vele játszani. Szerintem ez a jármű még alternatíva lehet, de rosszabb megítélésem szerint a T26 E5-től. Ez, hogyha tudod kezelni az ágyút, én nem tudom kezelni az ágyút, szerintem halál. De maga a jármű amúgy
használható és jó, nekem nagyon-nagyon rosszul működik benne az ágyuk. Ezek nagyjából az ajánlott tankok tier 8-ba. Ez a kettő is nagyon jó, de messzi az APC-ért sajnálatos módon. El lehet vele bohóckodni, de szintén inkább APC-es járműnek tartom. A TD-ket meg mindenki eldönti maga, én nem vagyok oda a TD-kért. Na, szóval visszatérve ugye a 114 SP2-re, nagyjából itt vagyok. 7400 kombinát kell a harmadik Gunmarkhoz. Úgyhogy nem. Harmadik vagy második csatára azt hittem, hogy sikerül a tankászolni, de csak első osztályt tudtam vele összehozni. Bár megnyertük a meccset. Az volt az egyetlen egy meccs, amit nyertünk. Úgyhogy sac per KB, így ennyi. Csifivel az nagyon rossz kör volt. Sajnálatos, mennyi a csifilem ugye az átlagom? Nem, mint hogyha nagy jelentősége lenne. 3520. Hát az a baj, csifivel inkább 4000 kellene, mint 3000. De 3520-szal szerintem nyugodtan elégedett lehetek. Nem hiszem, hogy több tank van, aminek jobb az átlag sebzése. Super Chefivel egyetlen egy kört mentem a 100% másodosztály. Érdekes, nézzétek! A Charfuturral oké, hogy csak 62 meccs, de 74%-ban nyerek. 13-57-tel javarészt nyerni tudok. IMX M454-jel nagyon magas a winrate-em. Ezek ilyen 70% feletti winrate-ek, azok nagyon-nagyon jók. Oké, nem sok csata, mert ilyen 1000 meg 2000 csatákat kellene játszani. Nézzétek, emlékeztek, amikor volt rá mennyi 10 napom, hogy le 3 gunmarkoljam a VK4503-at, 99 csatát toltam vele, és 65%-os winrate, ennyi idő alatt lett meg a 3 gunmark, 99 csata alatt. Még a Type 59-el is. Szerintem jó. Ugye ezt gunmarkoltam, ezt is gunmarkoltam, jó a winrate. Kránwagennel is magas a winrate-em, Chiffy-vel is viszonylag magas, TVP-vel, SS-zal is. Ugye ez is gunmarkolva volt. Érdekes. Az IS-3 aladáról amennyire nem szeretem, az viszonylag magas. Ilyen 60-70% winrate, az szerintem már nagyon jó. Amivel például nagyon rossz a winrate-em, nézzétek, ugye ezzel, de ez csak 3 csata. A VZ55-en nagyon-nagyon rossz a winrate-em, nem tudok vele egyszerűen nyerni, pedig lehetne befolyásolni a meccset. A KPZ07-tel is viszonylag rossz vagyok, a 260-nal, az Object 140-nel, nézzétek, nagyon-nagyon nem jó a winrate-em vele. Érdekes, hogy van olyan tank, ami jó, mert ugye a 430-ú is jó, és nem tudok vele nyerni, 260 brutálisan jó, nem tudok nyerni vele. Érdekesek, hogy van olyan tank, amivel egyáltalán nem tudok nyerni, ha meg megnézitek, ezekkel meg javarészt nyerek. Ami megint érdekes. Jó, hát a JPZ az nem mérvadó, van vele 9 csatám. 2400 átlag sebzés, az köpedelem ilyen téren. Nagyon nem érzem azt a tankot. Nagyon nem érzem azt a tankot. Sokan szeretitek, de én valahogy nem vagyok oda érte. Na, gratulálok, Máté. Milyen? Fú, figyelj, faterkő, nagyjából úgy tudom körbeírni, hogy becsapás. Azért becsapás, mert ha megnézed ezt a járművet, így fizikálisan így a megformálását veszed, ez alapján
azt mondanám, hogy igen, ez egy masszív páncélzattal rendelkező tank. Na most a masszív páncélzatot azt hírve nem ismeri. Mert szerintem ezt a májkrémes dobozról hajtogatták rá ezt a páncélzatot. Ez alatt a csata alatt inkább 650 alatt lő, mint 650 felett. Viszont az ágyúra nem mondhatok rosszat. Jó, nem stabil, de azon kívül, hogy nem hajlandó meglőni a 650-et, ahhoz képest inkább a jó ágyú közé sorolnám. A kínai tankról lévén 1.76-os szűkülési idő, Xia Luigi nagyon-nagyon jó. Nincs páncélzata. Tehát 150 mm az egész. Tehát nagyjából egy 7-es tank alaplövedéke elegendő, hogy szemből átlőd. Nagyon-nagyon nincs páncélzata. Szerintem. Haj, bocsánat, kicsit álmos vagyok. 42 van. Úgyhogy én most elköszönök. Jövök majd végig vissza nagyjából egy óra múlva. Mert nagyjából egy óra kell, mire elmegyek Damaszkináért, meg hazajövünk. És onnan folytatjuk. World of Tankolni fogunk. Gyertek, kérjetek tankot, mondjátok meg, hogy mivel játszak. Ezzel az SP-vel nem feltétlen szeretnék, már legyen meg ez a pozitív élményem ezzel a tankkal. Maradjon így. Aztán majd. Ezzel full camp. Tehát egyértelmű, hogy ezzel a tankkal te nem fogsz bemenni a városba, és egy E3 ellen fogsz játszani, hogy majd páncélból megoldod, mert rohadtul nem tudod megoldani páncélból. Viszonylag azért, ha megnézitek, 3481 az átlag sebzése, a Chiffy-től jobb DPM-je van, érted, percenkénti átlag sebzése jobb, mint a Chiffy-é, vagy vegyünk egy, ami ugye tudjuk nagyon jó, hogy a Tier 10-ben egy DPM huszár, vagy az másodpercenként, vagy percenként kiosztott, 3005. Tehát majdnem tud annyit sebzésügyileg, mint egy Super Conqueror. Tehát a Super Conqueror 0.29 és 1.85. Míg ez a tank ágyügyileg 0.28 és 1.76. Shots per kb. Azt kell mondani rá, csúnyán fogalmazva, hogy ez egy kínai Conqueror ágyú. Nem hiszem, hogy hozzá fognak nyúlni. Nem valószínű. Sőt, tudod mit gondolok, Faterku egy? Hogy rontani fogják az ágyút. Tehát nem buffolni fogják a páncélzatot, hogy lehet, hogy adnak egy kis páncélt, és elrontják az ágyút. Kemper. Egyértelmű, hogy Kemper, de most, hogyha oda tudsz osonni, egy Tier 7-es tankkal megeszed. Én balanszoltnak érzem. Tehát durvább lenne, hogyha lenne egy ilyen N4 feelingű páncélzata, és ugyanezzel az ágyúval. Az ott durvább lenne. Így, hogy ott lövik be, ahol nem szégyellik. Szerintem balanszolt. És azért, ha megnézitek, ami kell hozzá a harmadik gunmark, az azt jelenti, hogy kapjál egy olyan meccset folyamatosan, hogy jönnek veled szembe, és 2 percet élsz legalább. Nem? De és minden lövésed abban a 2 percbe bemegy. Shot per kb. Na, de tényleg én most elköszönök, jövök vissza, várok mindenkit szeretettel.
Aki úgy dönt, hogy már nem tart velem, annak nagyon-nagyon szépen köszönöm, és megtisztelő volt, hogy itt voltál. Aki pedig azt mondja, hogy még az estét folytatná Damaszkinnal, azt várom vissza nagy-nagy szeretettel. Úgyhogy örültem nektek, köszöntöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!